ugye emlékeztek még a 90-es évekből az otthoni videózásokra? A hazai tékák polcairól még hiányzó filmeket, a kézről kézre adott, rossz minőségű, házilag barkácsolt, egyszereplős narrációval élvezhettünk végig. Akkor közre kell működnöd, rendben? Nem. Ezek voltak az alámondásos filmek. Hazanak küldjenek a régi Meyers házba erősítést. A tömeg összegyűl. Lehet, hogy elveszítjük a nyomát. Ez nagyobb biztonságot ad nekem, érti? Elég volt, hagyják abba. Azt mondtam, abba hagyni. Hagyják abba. Azonnal hagyják abba. Semmi nem találtunk. Átkutattuk az egészet, semmi nincs. Akkor folytassuk a kutatást. Egyszerűen semmi értelme. Keressétek tovább. Tudja, Hattonfield szép, csöndes, nyugodt hely volt. De most teljesen felforgatta ez a dolog a várost. Egyetlen egy éjszaka. 15 évvel ezelőtt megölte a saját nővérét, és most újból megismétlenek az események. Igen. Akkor is minden szentek elő estéje volt. Igen, Mr. Hunt, látszik ez a kedvenc napja. 15 évig erre a napra vár. Hihetetlen türelemmel várt erre a napra. Valami erő munkálkodik benne. Egyszerűen 15 évet töltött mozdulatlanságba, és most hirtelen kitört. Nem volt olyan pacis, mint a többi, nem sírt, vagy nem kiabált. Teljesen másként viselkedett. A felületen teljesen normálisnak tűnt. De belül nem. Tudta ezt? Igen. Mr. Hunt. Na, mi van, Craig? Bennett Tramer miatt aggódunk. Nincs otthon. De hát 11 múlt. Ő milyen idős ő? 17 éves. És egy furcsa maszk volt rajta. Remben van, fiúk? 17. És maszkot viselt. Te jó ég. Meg kell nézni a fogorvosát. Egészen biztos, hogy nagy ő volt az. Na jöjjön. Még egy kocsit küldjenek a Meyer házhoz. Emberek megtámadták azt. Das gibt mir mehr Sicherheit, verstehen Sie? Adja ide a pisztolyt, az nekem biztonságot ad. Most már elég legyen, emberek. Menjenek haza. Hagyják abba. Nichts gefunden. Wir haben das gesamte östliche Ende der Stadt abgesucht. Absolut nicht. Semmit, absolut. Er ist einfach nicht da, Hans. Egyszerűen nincs ott. Wissen Sie, Haddonfield war ein schöner, ruhiger Ort vor dieser Nacht. Ugye Haddonfield ezelőtt az éjszaka előtt egy nagyon szép, kentes kis hely volt. Most nem minden a fejete fején áll. Noch eines Nachts 1963 hat Michael Myers seine Schwester... 1963 ebben a házba ölte meg Michael Myers a nővérét. Ja, ich kann mich daran erinnern. Utána visszatért. Es war Halloween. Ich war gerade 16. Akkor is Halloween éjszakája volt. Es ist sein Jahrestag, Mr. Hunt. Úgy látszik, ez a nap az övé. Alle kommen zurück. Was denn nach 15 Jahren? 15 év után jött vissza. Er hat unglaublicher Geduld darauf gewartet. Igen, erre várt. Es ist eine Macht in ihm, die ihm sagt, wann er zuschlagen muss. Mindig érzi, in der Anstalt hat er sich an seine Bewegungslosigkeit und Ruhe gewöhnt. In gewisser Weise war er der ideale Patient, er redete nicht viel. Er weinte nie und bewegte sich schon. Er hat nur gewartet. Die Pfleger waren einfach nicht vorbereitet, sie wussten nicht, was er war. Wussten sie es? Ja, ich wusste es. Aber er schütte? Igen. Mr. Hunt! Ja, was ist los, Craig? Wir machen uns Sorgen wegen Bennett Tramer. Er ist noch nicht zu Hause. Er ist um 10 von der Party weg.
Még mindig nem találják Bernd Reinert. Ő 10 korán ment egy partiról, és nem ment haza. Milyen idős? 17. Olyan komikus maszk volt a fején. 17. És maszka? Nein, wir müssen seine zahnärztlichen Unterlagen überprüfen. In der Old Reservoir Road, da gab es einen Einbruch in der Volksschule. Sie sind ziemlich sicher, dass er es ist. Kommen Sie! Találtak valakit a iskolánál, azt mondta, aki olyasmi volt, mint ő. Itt Hunt, küldjön még egy kocsit a Myers házhoz, Lampkin Lane 45. A törzs? Az egyik tagját lemészárolták, így búcsúztatják. Csak a biztonságérzetemhez kell. Rendben, befejezni! Gyerünk emberek, nyomás haza! Osszony! Üres. A város keleti részét átfésültük. Semmi. Még egyszer. De hát nincs ott. Nézzék meg még egyszer. Tudja, Haddonfield ma estig csendes kisváros volt. Itt csak. Akkor lehetett lövést hallani, amikor a gimiben elrajtott az atlétikai verseny. De 1963 egyik éjszakáján Michael Myers megölte a húgát abban a hálószobában egy nagy húsvágó késsel. Emlékszem. Halloweenkor. 16 éves voltam. Már van az évforduló, Mr. Hunt. Visszatért. 15 év után? Elképesztő türelemmel várt. Döbbenetes önuralommal várta ki az idejét. Az ápolók hozzászoktak a mozdulatlanságához, csendességéhez. Sok tekintetben ő volt az ideális beteg. Nem beszélt, nem. Nem kiabált, meg sem otszont. Csak várt. Nem voltak erre felkészülve. Nem tudták, micsoda valójában. Maga tudta? Igen, tudtam. Elnézést. Mr. Hunt! Mi az, Craig? Aggódom benne Tramer miatt. Még nem ért haza. Pedig a partiról 10-kor elment. Még alig múlt 11. Nagyon részeg volt. Mennyi idős? 17. Volt rajta egy idétlen állarc. Rendben, srácok. 17? És állarc volt rajta? Úristen. Nem ártana megnézni a fogazatát. Old Reservoir Road. Betörtek az általános iskolába. Biztos ő volt. Gyerünk! Itt Hank. Küld még egy autót a régi Myers házhoz. Plenton Lane 45. Ez az ösztön. A nyájból néhányat lemészároltak, most siratják. Növeli a biztonságérzetem. Elég emberek, nyugalom! Nyugalom! Nyugodjanak meg! Nyugodjanak meg! Üres. És átkutattuk az egész utcát. Semmit nem találtunk. Az udvarokat is? Azokat is. Nézzék meg újra. Tudja, Haddonfield csendes kisváros volt a mai napig. Nem dördült más lövés, csak a startpisztolya az iskolai futóversenyen. Pedig 63-ban ezen a napon Michael Myers meggyilkolta a nővérét odafönt a hálószobában egy nagy hentes késsel. Emlékszem. Minden szentekkor. 16 éves voltam. Ma van az évfordulója. Visszajött rá. 15 év után. Mindig is rendkívüli türelme volt. Valami sötét erő várakozott benne évekig. Mindenki megszokta, hogy csendes és mozdulatlan. Sok tekintetben ideális paciens volt. Sosem beszélt, sosem üvöltött, nem is moccant. Várakozott. Erre senki sem számított, nem is tudták, hogy mi ez a lény. Maga tudta?
Igen, tudtam. Mr. Hank? Mi az, Craig? Aggódunk Ben Tramer miatt. Még nem ért haza. 10-kor elment a buliból. Alig múlt. 11. Nagyon részeg volt. Hány éves? 17. Egy ilyen hülye maszkban volt. Jól van, fiúk. 17 éves. Maszkot viselt. De jó. Meg kell nézni a fogászati lapját. Betörés történt az általános iskolában. Nagyon úgy tűnik, hogy ő volt. Gyerünk!